Itt, fiam, minket nem úgy néznek, mint cigányok. Őszinte vagyok. Ma számolk azért 55-től itt lakok. Egyszer a rendőrsége, egyszer a tana, hogyha nem hittek. Csak azért, hogy valami huncutságot csináltunk, ó, nem. Az én családom elvesbe. Igen. Ez a sürgőny? Harcuk az olyan volt, mint most egy levelet felteszel a postára, de akkor nem volt olyan posta. Tanácson megírták a levelet, és olyan volt, hogy a cigánsorra kihozta a kisbíró. Mindegy, hogy éjszaka, nappal, annak reggelre meg kellett kapni, ha szónokra kellett vinni, mint én, gyerek, 10 éves koromban, fel kellett vinni szónokra. Esett az eső, havas eső, merítve, rövid nadrágban, egy rossz nyomás, mentem, mikor felvittem, meglátotta az útkaparó, mert annak vittem a papírt, a volt a sürgőny. Egy ilyen papírba bele, kopertába, benne volt a papír, és én azt vittem. Akkor felértem, égett a lámpa, kérdezgettem a parasztoktól, hogy hol lakik itt az útkaparó. Fiam, ezen a soron felmész, azt mondja, egy fehér, nagy istentelen nagyhal, oda egenes menj. Persze, hogy nem mertem bemenni, féltem a kutyától, kiabáltam. Kigyütt az ember. Mi baj van, fiam? Hoztam a sürgőn. Gyere be, drága fiam, kutyajok nincs. Gyere, ne félj nyugodtan. Bementem. Fiam, ha te mezítláb, nem pazik a lábom, de mondom, majd elfáz. Akkor a feleségére ránézett, éhes vagy, fiam, ha nem mondhatnám, hogy jól vagyok lakva. Fogd ezt a nagy házi kenyeret, körülvágta, nem tudok a szótok, levágta darabszalonnát, azt mondta, hogy fiam, adok neked egy jó csizmát, bőrcsizmát, felhúzod. Mert nagyon sajnálok, mondom, fel. Én a várjon hozok zoknyit is neked. Felhúztam a zoknyit, bős csizmát. Még akkor, mikor szónokról hazagyüttem, még Nyéstára kellett menni. Nyéstára, megint az már közelebb volt, elmentem. Ott már majdnem 9 óra volt éjszaka. De hó, esett a havas eső, de már akkor a csizma lábamon volt. Meg egy vékon, kis vékon, rossz, van, kabát. Rajta. Ott es az útkaparóknak. Hát biztos valami gyűlés lett, nem érdekelt, mert nem is tudtam. Csak én azt beadtam. Behittek ott is. Fiam, mi van a rába? Kenyérke. Kiadtam, mondom neki, hogy a másik útkaparónál vittem. Ránéz a feleségének, ő is ugyanannyit szalonnalt kenyeret berakta nekem. Fiam, van itt egy jó bakkancs, elviszed magadnak el. Talán 20 fillért adom. 20 fillért. Ne fiacskám, azt mondja, jó lesz apádnak cigaritára. Én betettem a markomba, a zsákba fogtam a kenyérkét, úgy üttem, fiam, de az az öröm bennem. Mert ugye hoztam egy bakkancsot is, de az már jó volt apámnak, vagy a bátyámnak. Akkor apám meglátott, fiam, ez nem igaz az a csizma, mondom, adta a kapám, kaptam. Nem adott, nem, mert én mentem érte, merítva, nem adom, neked van, hordja rassz. Nem adtam. Na mondjad, mi a cegár.